Nagyon szépen köszönöm. Hát itt jön az a kérdés még vele, hogy az ember csak annyira lehet egészséges, amilyen egészséges a környezete. Ismertétek ezt a mondást? Tehát nagyon sok előadó nagyon mélyen belemegy, hogy a környezetünk egészség tudatossága hogy áll, és mi a mi egészségünk ezen múlik, hogy milyen értékű a környezetünk egészsége. Köszönöm szépen, Lajos, hogy sok mindenre rávilágítottál, és most nem tartunk szünetet, hanem szeretném felkérni dr. Simon Laci barátunkat, aki a elején az első konferencián is részt vett nálunk, és ő neki van Budapesten egyedüli vízboltja, tiszta víz üzletház, a Váci út 180. És most hallgassuk meg őt. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mondok is egy példát az előző dologra. Ugye nem is olyan régen Afrikában kitalálták, hogyha fúrunk lefelé, akkor ott lesz víz. És nagyon sok utat fúrtak. Igen, ám csak most már az asszonyoknak nem kellett eljárni vizet hordani. Nagyobb lett a népesség. Gyakorlatilag most járunk ott, hogy már a népesség az nagyon nagy. De van egy másik probléma. Nem jön a kutakból a víz. Mert kiszivattyúzták. Tehát nagyon sok nagyváros alatt ma már nincsen víz. Legyen az India, legyen az Bangladesh, vagy legyen az bármelyik másik. Vagy legyen Budapest, vagy gondoljatok a Szentendrei szigetre. Az egy zöld sziget volt. Teleraktuk körbe-körbe kutakkal. És most a talajvíz olyan 6-8 méteren van már Szentendrei szigeten. Tehát óriási problémák vannak, csak nem igazán kezdjük még felfedezni. Én egy kicsit más témával foglalkozom, én a víznek a tisztaságával foglalkozom, és a mi ivóvízzel foglalkozom elsősorban, az életet adó vízzel. Ami nyilván elsősorban esővíz, amikor fönt van a levegőben a pára, akkor azt átjárja a napsugárzás. Egy struktúrát, föltöltött, energiadús valami lesz, és amikor leesik, akkor érteti a Földet. Ugye egészen más, amikor a kertet az eső locsolja, és egészen más, amikor esetleg a slaggal locsoljuk. Biztos tapasztaltátok majd, hogy egészen más a hatása. Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nem mindegy, hogy milyen vizet iszunk. És itt egy problémára hívom most csak fel a figyelmet, a vegyi szennyezésre. Mert az, hogy most már hetente megeszünk egy bankkártyárnyi műanyagot, azt már tudjuk. És nem igazán tudunk vele mit kezdeni. De én legnagyobb problémának mégis a vízszennyezést mondtam, hiszik Budapest környékén, mi a Dunából kapjuk a vizet, és a Duna Európa legszennyezettebb folyója. És nagyon sok szennyeződés van benne. Mit is jelent ez a gyakorlatban, miről nem beszélnek? Ha voltak olyan utak, mondjuk a Lüki kút, a Duna mellett, ahonnan vettek vízmintákat. És kiderült, hogy 300-szor, 400-szor több szennyezés van benne, mint amely engedett. Méghozzá növényvédőszerekből. És sajnos ezek a mérgek, ezek nagyon aljasok. Tehát ma a legnagyobb problémánk az életben az, hogy rengeteg vegyi szennyező van körülöttünk, és hivatalos álláspont az, hogy a vegyi szennyezők több betegséget okoznak, mint az összes egyéb kórki tényező összesen. Tudtátok? Hát ha nem, akkor most már tudjátok, hogy ez egy óriási probléma, csak senki nem beszél róla. Mert a biológiánk az úgy van kialakítva, hogyha jó az immunrendszerünk, akkor ehetünk esetleg baktériumokat, vírusokat, legyőzzük. De a mérgekkel szemben nem vagyunk fölkészülve. Tehát aki gondolja, hogy ez nem játszik szerepet, az próbálja ki
Próbálja meg a patkányőket mondjuk. Flór. És garantáltan nagyon rosszul fogja érezni magát. Tehát a mérgekre nagyon vigyázunk, és egyetlen megoldás van, ami igazán kiszűri ezeket a mérgeket a vízünkből, ez a reverse osmosis rendszerű vízszűrő. Hogyha ez otthon van, akkor jó úton jártok. Ha nem, akkor még van mit pótolni. Hisz a legnagyobb problémánk ma már az, hogy kevés víz van a szervezetünkben. A legnagyobb problémánk az, hogy majdnem mindenki alulhidratált. Amerikai mérések szerint az ember 90%-a alulhidratált, és 70%-unk pedig krónikusan alulhidratált. Mi következik ebből? Betegségek. Hisz a víznek három funkciója van. Egyrészt felveszi a tápanyagot, a másik elviszi a sejtekhöz, a harmadik pedig, hogy méregtelenít. Vagy esetleg bennetek bányászok is vannak? Kiviszik a mérgeket? Szerintem nincsenek. És ez a harmadik funkció, ez általában sérül, hogyha alulhidratáltak vagyunk. És ez a legnagyobb probléma, hogy nem iszunk jó minőségű és megfelelő mennyiségű vizet. Tehát én csak erre hívom fel a figyelmeteket, hogy foglalkozzatok ezzel, és találjátok meg az igazi megoldásokat. Tehát reverse osmosis rendszer, aztán ha tovább akartok lépni, akkor lehet hidrogéndúsítás, ami igazán energia, és ettől működik az élet, a struktúrát víztől. Hát röviden ennyit, nem sok időm volt, csak ennyit kaptam ma, de remélem, hogy legközelebb tudok beszélni egy egészen más témáról is, amit én úgy hívok, hogy bioelektronika, ami tulajdonképpen már kvantumfizika, és az egy egészen más világításba teszi az életet. Mert az elektron töltöttség az egy óriási dolog, és mindenkinek igazán erre van szüksége. Csak gondoljatok a telefonra, mindenkinek van már telefonja. Mi történik, ha nem töltjük fel esténként? Hát nem működik. És a mi szervezetünk is olyan, hogyha elektronokkal nem töltjük fel, akkor nem fog működni. Ilyen egyszerű az élet. Csak ismerni kell. Köszönöm szépen.